Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Dúl Andrá vagyok, az ELTE PPK Emberkörnyezet Tranzakció Intézetének igazgatója. Környezetpszichológusnak vallom magam, és nagyon nagy örömmel tartom meg ezt a nagy presztízsű előadást a Magyar Pszichológiai Társaságban, az év előadását, ami nagyon fontos számomra, nem csak azért, mert megtiszteltetésnek érzem, hanem mert a Magyar Pszichológiai Társasághoz több szálon is van, volt és nyilván lesz is közöm, úgyhogy örömmel vagyok itt, és még egyszer köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntök mindenkit. Kicsit bonyolult a címe ennek az előadásnak látszólag, de azt remélem, hogy a körülbelül egy órás közös kalandunk nyomán világos lesz, hogy miért ezt választottam címként. Az első része a címnek a hely, a személyes emberi kapcsolatteremtés a tér egy darabkájával, egy idézet, ezt később részletezni is fogom. A környezetpszichológia vagy ember-környezet tranzakció pedig egy olyan kérdés, amire remélhetőleg választ fogunk kapni az előadás végén. Több apropója is van, vagy aktualitása is van egy ilyen előadásnak. Egyrészt nem véletlenül tartjuk az év végén, ilyenkor mindig valahogyan a számadás ideje van, a szakmai számadás ideje is, ugye most is nem soká jön az évforduló, a 20-as évről a 21-esre váltunk, tehát ideje van valamilyen módon a számadásnak. Ideje van azért is a számadásnak, mert mint ahogy említettem, a Magyar Pszichológiai Társasághoz más szinten is volt közöm, mint hogy pusztán tagja lennék. 2016 és 20 között főtitkára voltam a társaságnak, tehát idén köszöntem le erről a tisztségről, és nyilvánvalóan ezért is megtisztelő, hogy rögtön ebben az évben én tarthatom az év előadását. És az is aktualitását adja ennek az előadásnak, vagy szeretném erre kihasználni ezt az alkalmat, hogy most idén áprilisban jött létre az Ember-Környezet Tranzakció Intézet, amelyet vezetek, és ez tulajdonképpen pontosan arra jött létre, hogy az általam létrehozott, megteremtett és azóta már sokak által szívesen művelt környezetpszichológiát intézményesítse, és egy másik szintre emelje az itt folyó munkát. Úgyhogy sok dolog indokolja, hogy elszámoljunk itt a történtekkel, és hát persze a COVID-helyzet is bizonyos mértékig muszájra vagy kötelezőre definiálja ezt a feladatot, hogy folyton szembe kell néznünk magunkkal, és ez egy nagyon izgalmas kérdés a környezetpszichológiában, ugye nem tudatosuló helyzetek, ami a környezeti szituációkra alapjában jellemzőek, ezek hogyan kapnak élesebb megvilágítást, hogyan kerülnek reflektorfénybe a COVID-helyzet kapcsán. Tehát ez is indokolja valamiképpen az elszámolást a dolgokkal. A környezetpszichológia egy nagyon fiatal tudományterület, a múlt század 50-es, 60-as éveiben jött létre, és hát úgy írtam itt a dián, hogy életre hívta egy csomó minden helyzet, nem feltétlenül a pszichológián belüli tudományos törekvések voltak egy első helyen, hanem olyan mindennapi élethelyzetek, mint a nagyvárosi ember élete, miért fárad el olyan könnyen, miért telítődik túl az ingerektől, miért olyan macerás a tömegközlekedés, miért nem segít a nagyvárosi ember, mi hogyan működünk a lakótelepeken, vagy éppen a városi parkok milyen más szerepet töltenek be, mint az érintetlen természet. Tehát egy csomó mindennapi élethelyzet eredményezte azt, hogy akár a pszichológusok is egymáshoz, de a mindennapi emberek a pszichológusokhoz elkezdtek fordulni kérdésekkel, hogy magyarázzuk már meg, hogy miért van, hogy az emberek egy árvíz helyzetben irracionálisabban viselkednek, és nem összeszedik az összes gondolatukat, és racionálisan eldöntik, hogy mi mondjuk az az értékes tárgy, amit menteni kellene, hanem mentik a félfülű macit, amit a nagyapától kaptak. Tehát, hogy ez hogyan is van, milyen fajta magyarázatok adhatók erre. A tudományos problémafelvetések is természetesen szerepet játszottak a környezetpszichológia létrejöttében. Részben pszichológián kívüli tudományterületeken merültek fel nagyon hasonló kérdések, akár a városszociológiában, vagy talán egy kicsit meglepő módon a földrajzban, ahol elkezdtek gyűlni azok a tapasztalatok, amik arról szóltak, hogy az emberek nem pusztán tudják, hogy hány méter magas a Himalája, bár most ez épp változott, azt hiszem, hogy 0,40 valahány század méterrel magasabbnak ismerték el az államok. Tehát, hogy nem csak adatokat tudnak, vagy törvényszerűségeket tudnak a földrajzi lokációkkal, helyszínekkel kapcsolatban, hanem érzelmileg is viszonyulnak hozzá. Tehát vannak azok, akik inkább az alföldi tájakat szeretik, vannak inkább akik a hegyeket, a vizeket általában mindenki szereti, tehát vannak ilyenfajta helypreferenciák,
helyi kedvelések, amelyek hát nagyon sok mindentől függenek, és hogy mitől, erre vonatkoztak például a földrajztudósoknak a kérdései. És még számos más területen a pszichológián belül is felmerültek kérdések, akár az a fajta módszertani kérdés, hogy vajon eléggé értjük-e az embert, hogyha a belső vele született vagy tanult tényezőire, pszichológiai mechanizmusaira összpontosítunk. Ehhez nyilván hozzáadódik, hogyha kapcsolati rendszerein belül akarjuk megérteni az embert, de hogy vajon ez elég-e, vajon nem befolyásolja egy embernek a viselkedését, hogy egy templomi helyzetben van, egy temetésen, vagy éppen egy útszabálban, ami most ugye viszonylag ritka, de hogy amúgy előfordul az emberek életében. És egyre több olyan megfigyelés gyűlt a pszichológián belül is, ami arra utalt, hogy a környezetet, a fizikai környezetet, amelyben az emberi viselkedés zajlik, érdemes komolyan venni. Ennek az egésznek valójában, hogy úgy mondjam, testet Harold Milton Proshansky adott, egy amerikai egyébként szociálpszichológus, aki az USA-ban a 70-es évekre megteremtette a környezetpszichológiát, és azért látjuk itt zárójelben a Kanadát, mert hogy ott ettől függetlenül elindultak a környezetnek a pszichológiába való beemelésére irányuló tudományos törekvések. Proshansky a 70-es években ki is adta azt az első magyar angol nyelvű könyvet, amit itt látunk a dián. Ez az Environmental Psychology című könyv, ahol gyakorlatilag a könyv címében először hangzik el, vagy íródik le ez a kifejezés, hogy környezetpszichológia, és valójában nagyon neves szociálpszichológusok, elsősorban szociálpszichológusok írásait gyűjtötte össze arról, szerkesztő társaival együtt, hogy hogyan hat a fizikai környezet az emberre. Tehát a sok kérdésből, vagy ebből a nagyon markáns környezetre vonatkozó sok irányú kérdésfeltevésből elkezdődött körvonalazódni egy tudományterület. Az első, történetileg az első vizsgálat pszichiátriákon zajlott, nyilvánvalóan ehhez fértek leginkább hozzá a pszichológusok. Maga Proshansky vezette ezeket a vizsgálatokat. Egy pszichiáter barátja kérte meg arra, hogy gondolkodjon vele azon, hogy hogyan lehetne terápiásabb környezetet előállítani pszichiátriákon. Azt figyelte meg ez a pszichiáter barát, hogy nagyon másképp gyógyulnak a betegek két különböző pszichiátriai osztályon, annak ellenére, hogy gyakorlatilag véletlenszerűen kerülnek a kórházba kerülésükkor egyik vagy másik osztályra, és tulajdonképpen ugyanazok az orvosok kezelik őket véletlenszerű beosztás szerint, vagy a kórházi beosztás szerint. Tehát, hogy úgy mondjam, az emberi tényezőben nem látszott különbség, és mégis nagyon masszívan az egyik helyzetben a betegek hamarabb kikerültek a kezelés alól, többször mehettek, ha hosszabb ideig kezelték őket szabadságra, kevesebb gyógyszer fogyott, kevesebb konfliktus volt, szóval az egyik egy jobb szituációnak tűnt. És hát Proshanszit kérte meg, aki egy empirikus kísérleti szociálpszichológus volt, hogy menjen el és nézze meg ezt a két helyzetet. Természetesen nem a valós fotók vannak itt, nem maradtak fenn az eredeti kísérletből, vagy vizsgálatból a fotók, de hogy két jól látható helyzetet igyekeztem itt választani fotókon. Az egyik egy folyosós rendszer, amit mindannyian ismerünk, hiszen a magyar egészségügyben is ezzel találkozunk, és sok munkahelyen is egyébként. A másik pedig az úgynevezett lakosztály suite rendszer, ami annyiban tér el a másiktól, hogy és itt egy nagy szerencséje volt tulajdonképpen Proshanskynak, aki ezt ki is emelte, hogy az ég feltehetően akarta, hogy létrejöjjön a környezetpszichológia, mert az alaprajzot tekintve, az alaprajzon kívül minden más megegyezett a két szituációban, ahogy mondtam, ugyanolyan betegek, ugyanazok az orvosok gyógyították őket, csak, és még ugyanolyan számú korterem volt, ugyanolyan számú bennfekvő beteggel is, tehát minden ideális volt, ilyen gyakorlatilag nem adódik az életben, most adódott. Tehát ő elkezdett ebben a kórházban úgy dolgozni, ahogy szokott, ide-oda átrakta az embereket, megfigyelte a viselkedésüket, megnézte, hogy mi változik, és úgymond a hagyományos pszichológiai módszerekkel vizsgálódva hetek alatt sem jutott semmi megfogható eredményre. És akkor azt írja a saját önéletírásában, hogy gyakorlatilag ha most így nézi a kedves néző ezt a képet, akkor mintha egy Y-t képzelne el, és az Y-nak a nyílási pontjában látta az egyik kórházi részleget, illetve a másik kórházi részleget, ott állt, és azt kérdezte a munkatársaitól, hogy mit gondolnak, hogy ugyanazt látják-e, amit ő.
És hát egy kicsit furcsán néztek rám, mert azt mondták, hogy mi is itt állunk mellette, nyilván ugyanazt látjuk, amit te. De azt mondta, hogy biztos vagyok benne, hogy nem, mert mindenki látja, hogy ez a két osztály alapjában véve nagyon más, de senki nem veszi ezt komolyan. És innentől erre kell fókuszálni, hogy nézzük meg, hogy mi az a fizikai kontextus, fizikai helyzet, amiben a viselkedések zajlanak. És valóban fel is adták ezt a kísérletezgetős, úgymond a pszichológia főirányába illeszkedő kutatási módszert, és viselkedést térképezni kezdtek, tehát alaprajzba elkezdték berajzolni a viselkedéseket, mennyi ideig tartanak, mennyi ideig maradnak fenn, dacára annak, hogy mondjuk a betegek cserélődtek, és így tovább. Tehát egy megfigyelősebb terepvizsgálatos helyzetet vezettek be, és rengeteg adat és szemléleti új szempont halmozódott fel. Én most csak itt egyetlen egyet mondok el, hogy az derült ki például, hogy ezeken a hosszú folyosós rendszereken, amik azóta erőteljesen kontraindikáltak a kórház tervezésben, és mégis elgondolkodhatunk rajta, hogy mégis csupa ilyen épül, ha épül egyáltalán kórház. Ugyanis ezek a hosszú folyosós struktúrák a társas érintkezés szempontjából nagyon nem komfortosak. Egy olyan az egész viselkedésre rárétegződő, nem nagy mértékű, de mégis az egész kórházi idő, ott tartózkodás időtartamára megnyilvánuló stresszt jelentenek, aminek a lényege az, hogy nem lehet úgymond benormázni a viselkedést. Tehát egy sokszoros mikrotalálkozásokon az első ötben az ember még mosolyog a másikra, meg üdvözli, a 25-ben, amikor találkozik a beteg a kézbesítő fiúval, már kicsit nem nagyon tud mit kezdeni ezzel a helyzettel. Tehát nem normázhatók be, nem rendelhetők egyéni teritoriumok hozzá, nem szabályozható kölcsönösen a viselkedés, mert ez mindenki tere, és ez ugye a hétköznapi életben is hozzászoktuk tenni, hogy az ilyen terek általában amúgy senkié is. Amíg a lakosztályrendszerben az van, hogy ott egy közös nappaliként értelmeződik ez a struktúra, és be tudják az emberek normázni, akár szóban, hogy most 10-től 11-ig mi vagyunk inni és olvasunk, 11-től 12-ig te, de hogy egy sokkal finomabb viselkedés, szabályozás és ilyen értelemben egy sokkal erőteljesebb és komfortosabb viselkedés és környezetkontroll tud megvalósulni, ami hát a gyógyító környezet fogalmára erőteljesen pozitív irányba tesz rá, amíg a másik esetben ez éppen hogy negatívan hat. És ez csak egy azok közül, a nagyon izgalmas megfigyelések közül, amit gyakorlatilag Proszhanszky kihangosított ez az első úttörő vizsgálatában, és rögtön be is vezetett egy nagyon fontos fogalmat, az ember-környezet kölcsönhatás fogalmát, ami gyakorlatilag a nulladik pillanatban a személy-környezet illeszkedés vagy összeillés szakmai elnevezést kapta. Ennek pontosan az a lényege, hogy az ember és a környezet nem létezik egymás nélkül, és ez a környezetpszichológiának egy alapvető filozófiája. Nem értelmezzük a beteget az ő személyiségével, kapcsolataival, anélkül, hogy ne kalkulálnánk be, hogy milyen fizikai struktúrában van. És fordítva, nem értelmezzük a kórházat sem úgy, mint egy építész vagy egy építészkritikus, mindig a konkrét használatokkal, egyéni csoportos használatokkal együtt, mint úgynevezett szociofizikai környezetet értelmezzük. Az ember-környezet kölcsönkapcsolat és személy-környezet összeillés, ami ebben az esetben szinonímaként kezelhető, nagyon hamar kiderült, hogy mi nem. Proszhanszky maga önkritikusan írja ebben az első tanulmányában, hogy nagyon hát elbizakodottan állt ehhez a kéréshez, mert hogy azt gondolta, hogy pszichológusként természetesen meg fogja tudni oldani a terápiás környezet kialakítását, hiszen nem kell más tenni, csak néhány jó képet föltenni a falra, lehetőleg valami szép és jó hangulatú képet, vagyis hogy ez az egész esztétikai kérdés, nagyon egyértelműen kiderül, hogy nem, vagy nem elsősorban esztétikai kérdés. Arra is gondolt, hogy milyen nagyon jó lesz, mert akkor néhány növényt oda teszünk, és azzal is jobb lesz a helyzet. Kiderült, hogy nem zöldítés, vagy nem elsősorban pusztán a zöld növények mechanikus odarakásától lesz jobb, vagy terápiásabb egy környezet, és nem ergonómiai kérdés pusztán, tehát nem attól lesz jobb, hogy kézre áll, hogy optimalizálódik a környezet használata, hanem ettől mind, és egyiktől sem, hanem attól, hogy pszichológiailag megteremtődik egy személy-környezet összeillés, vagyis a használó úgy érzi, hogy a partnere, egyenrangú társa a fizikai környezet a viselkedéseiben. A környezet persze nem érez semmit, csak annyiban szenvedi el, mondjuk, hogyha a személy nem partner, hogy rombolódik, kopik,
vagy éppen ellenkezőleg egy jófajta kölcsönkapcsolat esetén a személyek igyekeznek mondjuk fenntartani, díszíteni a környezetet, és ez a megélést, a környezet megélését is természetesen segíti. Ha ennyit mondtam már, hogy mi nem a személy-környezet összeillés, akkor épp ideje föltenni a kérdést, hogy akkor mi a környezet pszichológiai értelemben. Itt a hagyományos, tehát nem környezetpszichológiai megközelítések két irányból indultak el. Azok a területei a pszichológiának, akik egyáltalán foglalkoztak a fizikai környezettel. Az általános, régebbi nevén, ma már inkább kognitív pszichológia néven emlegetett alapvető tudományterület úgy kezeli a környezetet, mint a különböző ingereknek a forrását, és ezért meglehetősen függő-független változó, tehát leegyszerűsített viszonylatban kutatja a környezet komplexitásához képest, külön hallgatja, kutatja mondjuk a vizuális modalitást, vagy az észlelési modalitások közül az ízlelést, amit relatíve keveset szoktunk kutatni mondjuk épített környezetben, de van kapcsolata az épített környezettel, tehát külön-külön az egyes érzékleti modalitásokba beérkező ingereket kutatja. A másik oldal pedig a szociálpszichológiai megközelítés, ami azt mondja, hogy az ingerek a többiek, tehát a társas környezet, a környezet a többiek, és ebből kell kiindulni. A környezetpszichológia tulajdonképpen a kettő között van. Azt kell mondjam, hogy említettem, hogy a Proszhanszky szociálpszichológus volt, tehát valójában a környezetpszichológia ebből a megközelítésből ered inkább, mi szerint a környezet a társak, de pont ezt a nézetet haladja meg, vagy ezt egészíti ki azzal a szemlélettel, hogy az emberek mindig valamilyen fizikai környezetben vannak, tehát ezért kell szociofizikai környezetekről beszélnünk, a társak, a többiek és mi magunk is mindig fizikai környezetben vagyunk, és a fizikai környezet és a társak, meg mi magunk egyenrangú partnerek vagyunk ezekben a helyzetekben. Ezért a környezetpszichológiai megközelítés transzakcionális, kicsit már talán utalva a címben is megfogalmazott ember-környezet transzakció versus környezetpszichológia kérdésre, vagyis, ahogy említettem, mindig ember-környezet kölcsönhatásban gondolkodunk, nem csak interakcióban, nem eseti találkozásokban, amelyek lényegileg nem változtatják meg egyik felet sem, hanem egymásra definiáltságban, egymásra húzalozottságban, enélkül egyik a másik nélkül a mi szemléletünk szerint nem érthető meg, és többször említettem, hogy ezért beszélünk szociofizikai környezetről. Itt alul nagyon sokfélét igyekeztem kiválasztani, legalábbis háromfélét. Ugye ez egy mediterrán utca, ahol az otthagyásokból, a nyomokból lehet arra következtetni, hogy itt milyen fajta emberi tevékenységek, milyen interakciók, milyen helyzetek adódhatnak, és milyenek például akár az időjárási viszonyok, ahol ilyen módon be vannak rendezkedve az emberek arra, hogy az utcán egymással összeköttetésben szárítsák az alsónadrágjukat például. A második egy extrém módon dizájnolt, hogy így fogalmazzak, iroda. Ez egy nagyon intenzív trend most, hogy ilyen extrém, nagyon esztetizált irodákat vagy munkahelyi környezeteket terveznek. Itt sem ez a lényeg, hanem az, hogy milyen pszichológiai hatást kelt egy ilyen barlang image, egy felfüggesztett, teljesen átlátható, privát szférát nehezen tarthatóvá tevő belső struktúra. És a harmadik pedig a nagyon sok építészeti díjat kapott Fuji japán óvoda, amit úgy terveztek meg szándékosan a gyerekek mozgásban tartására, és ez, hogy úgy mondjam, sikerült is, mint egy mókus kereket, tehát annyira kerek az egész óvoda, mint egy fánk, és gyakorlatilag az arról készült felvételeken lehet látni, hogy a gyerekek egy pillanatra nem tudnak megnyugodni benne, tehát egy nagyon izgalmas állandóan futnak körbe tényleg, mint ezek a kis cuki állatok a saját kis futtatóikban. Mindegyik esetben lehet mérlegelni a pszichológiai hozamot, vagy éppen az árát ennek a fajta dizájnnak. És akkor picit most elolvasnám azt az idézetet, amiből származik a cím első része, hogy hogyan is, és kicsit zárva most már ezt a gondolkodást, általános gondolkodást, és áttérve a mi munkánkra, a mi munkáinkra, hogy hogyan is gondolkodunk mi környezetpszichológusok a tér és az ember viszonyáról. Cságoli Ferenc akadémikus gondolatait idézem, építész, azt írja, hogy a fizika világának ismerői 1905 óta tudják, hogy a tér és idő elválaszthatatlanul összefüggnek. Az építő ember talán már a kezdetektől fogva sejti ezt az összefüggést, hisz minden építészeti alkotás egyszerre helyfoglalás térben és időben.
Az ember fantáziáját az időnek és a térnek az a közös tulajdonsága vonza, ami meg is rettenti, a végtelenség. A kozmikus tér és az idő beláthatatlan végtelensége sok nagy gondolat és művészi tett ihletője volt. Az ábrának ez a fele ezt mutatja. Tehát az az ember, aki szerkeszti, aki bánja, aki bánik a térrel, aki valamilyen módon teremti a teret a többiek számára, ez egy ilyenfajta műszaki vagy tudományos megközelítéssel áll a térhez. És innen lehet folytatni tulajdonképpen a gondolatot, hiszen a megtervezett terekbe, ezekbe a mérnöki, fizikai törvényszerűségeket figyelembe vevő tervezési munka eredményeként létrejövő terekbe az emberek beköltöznek, és elkezdik használni ezeket a tereket, így vagy úgy. És az ábra második fele pontosan ezt mutatja, és ehhez tartozik az idézet is, amit most akkor tovább olvasok. A mindennapi ember azonban egészen másképpen éli meg tér és idő kapcsolatát. A fizikai tér korlátlansága, végtelennek tűnő méretei számára felfoghatatlanok. Ebben a beláthatatlan méretrendben keresgéli az érzékei számára felfogható, értelme számára megérthető, érzelmei számára belakható helyet. A hely a személyes emberi kapcsolatteremtés a tér egy darabkájával. Az ember a fizikai teret helyként, helyek sokaságaként érzékeli. Ez a környezetpszichológia a fontos alapvető álláspontja is, tehát arról szól a mi elemzésünk, hogy a terek, a fizikai lokációk úgynevezett interpretált, pszichológiailag értelmezett, megélt helyekké válnak, és ezekkel a helyekkel, amelyek tehát szociofizikai lokációk, részben társasak, részben a hagyományos pszichológiai értelmezés szerint megértendők, részben pedig van fizikai realitásuk, testük, méreteik, szaguk, és így tovább, ezeknek a kölcsönhatását vizsgáljuk. És akkor most saját kutatásainkra áttérve, amit azért gondoltam idehozni, mert hogy említettem, hogy most 2020 áprilisában jött létre az Ember Környezet Tranzakció Intézet, ami egy új és szándékai szerint meglehetősen innovatív intézet, de ez nem a semmiből bukkant elő, hanem egészen nagy múltja van, kicsike jelene még, és remélhetőleg hosszú jövője, és ezekkel kapcsolatban, a mi saját kutatásainkkal kapcsolatban szeretném szemléltetni mindazt, amit eddig elméletben elmondtam a környezetpszichológiáról. Saját kutatásaink, amelyek tulajdonképpen az én munkáimmal kezdődtek 1986-ban, általános pszichológiai szempontból közelítették meg az ember-környezet kölcsönhatást. Ahogy mondtam, a környezetpszichológia főárama szociálpszichológiából jön. Tehát a többiekkel, a társas környezettel való kölcsönhatást egészíti ki a fizikai környezettel való kapcsolattal. Itthon, az én megközelítésemben az általános pszichológia, az ingerek felől indultunk el elsősorban, mégpedig olyan empirikus vizsgálatokkal, ami a hétköznapi összetett cselekvések, például borotválkozás, reggelizés, rendezkedés, ételkészítés, tehát ezek a rutinizált cselekvések, amelyek egyébként általában nem voltak nagyon izgalmasak a pszichológia számára, ezeknek az általános szerveződési jelenségeit igyekeztem feltárni, vagyis kifejezetten egyfajta laboratóriumi emlékezetvizsgálat kontextusában született meg az itthoni környezetpszichológia. És ez a váltás, amitől már ezt merészeltem környezetpszichológiának nevezni, ez 1995-ben történt meg, ahol ezeket a vizsgálatokat már mintegy 10 év után az ember-környezet megfelelés, összeillés szempontjából, ez volt a fő kérdése ezeknek a vizsgálatoknak, ilyen szempontból elemeztem, és hogy egy olyan transzakcionális, tehát ember-környezetet egymásra definiáló, vagy más néven kontextuális, tehát a fizikai környezetnek a helyzetében az adott cselekvéseket vizsgáló megközelítésben zajlottak innentől ezek a vizsgálatok. Tényleg csak szemléltetésként nagyon röviden a korai vizsgálatokból egy néhánynak a megmutatására vállalkozom most. Az egyik, ami arról szólt, hogy rejtett összefüggésű, összetett hétköznapi cselekvéssorokat hogyan idéz fel az ember, ha ezeknek a cselekvéssoroknak a sorrendjét összezavarjuk. Ugye erre igen tetemes szóbeli kutatás folyt, szólistákkal, történetekkel, sémakutatás, és aki ebben járatos, egy csomó vonatkozó szakirodalmat ide tud idézni a fejében. Ez egy relatíve izgalmas újítás volt akkor, egy olyan cselekvéssort vettem fel filmre, ami természetesen
természetesen eredetileg értelmes volt, mondjuk egy ételkészítés, vagy konkrétan reggeli tisztálkodás, persze az intim részletek nélkül, és utána ezt összevágtam, összekevertem, 99 darab ilyen cselekvés elemnek a sorrendjét kevertem össze nagyon rendesen, és egy rövidke, 2,5 perc tartamú filmet kellett megnéznie a vizsgálati személynek, és az volt a feladata, hogy felidézze, de nem szóban, tehát ne történetet meséljen el erről a történéssorról, hanem mozogja le abban a környezetben, ahol eredetileg a filmet fölvettük, tehát játsza el az értelmes cselekvéssort, miután megnézte ezt a látszólag zavaros cselekvéssort. Tehát az implicit logikát kerestem ebben az egészben, úgy, hogy az explicit logikát összezavartam. Egy példát mutatok itt oldalt a dia oldalán, rá egy hagyományos tesztből, ugye ilyet szoktunk csinálni, hogy egy cselekvéssornak a darabjait fölcseréljük, és azt kérjük a vizsgálati személytől, hogy adja meg helyes sorrendben, ez ugye egyfajta sémaképződés, kognitív reprezentációval való illesztést feltételez a személyektől. Itt két dolgot lehetett elvárni az én vizsgálatomban, az egyik, hogy relatíve a listák felidézése szerint történik ennek a cselekvéssornak a felidézése. Itt látható bal oldalon egy nagyon megszokott görbe, amit szoktunk kapni ezekben a memória vizsgálatokban, hogy azokra a szavakra vagy történésekre emlékszünk jobban. Ugye ez a görbe azt jelenti, ahol fölfelé ível, ott látható, hogy a helyes felidézés aránya van. Tehát jobban azokra emlékszünk, amelyek a lista elején voltak, meg amelyek a lista végén. Az egyik egy elsőbségi hatás, a másik meg egy újdonsági hatás, egy úgynevezett recencia hatás. De ha a listasága érvényesült volna ezeknek a cselekvéseknek, tehát az, hogy egy értelmetlen lista, amit úgymond be kellett magolni valamilyen módon, és ezt kellett volna felidézni, akkor ezt a fajta felidézési görbét kaptuk volna meg. A másik esetben, és ez történt valójában, viszont a lejátszás során nem az elsőbségi hatás meg a recencia érvényesült, hanem egyszerűen az emberek nagyon nagy százalékban helyreállították a felidézéskor ezt a sérült cselekvés logikát. Tehát úgy néz ki, hogy megvan bennünk ezeknek a cselekvéseknek a rendszere, amit nagyon erőteljesen megsegít a külső környezeti kulcsinger rendszer. Tehát, hogy ugyanott kellett végigmozogniuk a történeteket, mint ahol a vizsgálatot rögzítettük, a vizsgálati anyagot. Innen ugrok nagyon nagy lépésben, és ezt nem fogom mindet elmondani, csak akit izgat, az végig nézheti, hogy hogyan mentek ezek a vizsgálatok. Az első igazi környezetpszichológiai vizsgálatok már otthonokban zajlottak, elmentünk embereknek, akik erre vállalkoztak a saját otthonaikba, és videóra vettük azt, hogy hogyan mutatják be számukra váratlanul az otthonukat, mintha vendéget vártak volna, és utána arra kértük őket, hogy valamiféle ételt készítsenek, ezt a mozzanatot előre tudták, és ezt is videóra vettük, majd egy csomó otthonnal kapcsolatos konstruktumot vizsgáltunk meg, akár azt, hogy ő mennyire szeret itt lakni, mennyire akarna elköltözni, milyennek érzi ezt a helyet az én kifejezése szempontjából, milyen a szomszédság, hogyan tart rendet, tehát egy csomó ilyen dinamikus viszonyulást az otthonához. Erről mindről videófelvétel készült, és rengeteg kérdőívet dolgoztunk ki erre a helyzetre. Itt is csak a legfontosabb dolgokat mondom. A nagyon-nagyon sok olyan adat halmozódott fel, akár a kérdőívekből, akár a videófelvételeknek az elemzéséből, hogy a lakás tényleges tulajdonlása például ugyan összefüggésben van azzal, hogy ki mennyire kötődik az otthonához, de nem feltétlenül ezt hozza magával, tehát egy akár egy albérletbe vagy egy kollégium szobába, a későbbiekben ilyen vizsgálatokat is végeztünk, bekötődhetnek az emberek érzelmileg, ez nem ehhez a vizsgálathoz tartozik, de abszolút tudjuk, hogy egy köztéri padhoz, ahol 20-25 percnél több időt töltök, én most már itt állok ezen a helyen egy ideje, már úgy néz ki, hogy kezd pszichológiailag ez a hely az én helyemmé definiálódni, kifejlődik a helykötődés érzés, dacára annak, hogy az előadás helyszínét egy idő után el fogom tudni hagyni, de ezzel együtt elemeiben a helykötődés, a helyhez való érzelmi intenzív viszonyulás, ténylegesen attachment, az kialakul, és ez nem függ
feltétlenül a tényleges tulajdonlástól. Kiderült, hogy a házi munka vagy ezek a rutinizált cselekvések, amelyeknek egy nagyon jó héjazatot nyújt az otthon, az egyik legfontosabb otthon jellemző, amikor ezt tanítom, akkor ezt szoktam mondani, hogy az otthon ott van, ahol az ember egy átdolgozott vagy átbulizott éjszaka után ki tud menni tiszta sötétbe, papucsba, hogy ne ébreszte fel a többieket, tudja, hogy hol van a hűtő, ki tudja nyitni, elvakítja kicsit a hűtőből áradó fény, ezért becsukja a szemét, és oda nyúl, ahova tegnap a narancslevet tette, és ott is találja. Tehát a zökkenőmentes rutinok világa az otthon, és ebbe ezok az abszolút figyelmen kívül hagyott cselekvések, mint az erőteljesen gondoskodó jellegű ételkészítés például, elképesztő pszichológiai szerepet töltenek be. Talán ezen a példán is érződik a fizikai jelleg. Tehát mit csinálok egy fizikai környezetben? Ha egy szállodában kell magamnak összedobni a szendvicset, akkor az nem lesz az a fajta rutinizált dolog, mint amikor otthon dobom magamnak össze tökéletesen ugyanezt a szendvicset, és én is ugyanaz vagyok nyilván. Nem megyek végig a többi elemzésen, vagy a többi fontosabb eredményen. Egy tulajdonképpen eléggé nemzetközi szinten is izgalmas otthon pszichológiai leírás született ezeknek a munkáknak a nyomán, és egy olyan fogalmat sikerült definiálni, hogy bizony vannak specifikus összeillések, tehát nem csak személy-környezet összeillés van, hanem van személy-otthon összeillés, a későbbiekben személy-munkahely, személy-munkaállomás összeillést is tudtunk találni, tehát hogy a specifikus összeillések feltárhatók. És tulajdonképpen ez nyitotta ki a környezetpszichológiai kutató csoport felé az ajtót, és innentől már munkatársaknak a kutatásait foglalnám össze röviden, néhány munkatársnak. Itt az egyik legkorábbi, ugye többnyire PhD doktoranduszok, PhD hallgatókkal indult el a közös munka, például Sallai Violával, aki ezt az otthonvonulatot vitte tovább, egy olyan fajta módszernek a kidolgozásával, otthon érzelmi alaprajza a módszernek a kidolgozásával, amiben pont ez a lényeg, hogy a szemét egy olyan élménybázisra helyezzük a saját otthonában, amikor előtte elgondolkozik az otthonanamnézisben az ő lakhatási történetéről, és felidézi az ezzel kapcsolatos élményeit, majd lerajzolja az otthona alaprajzát, és berajzol 10 olyan érzést, amivel egyébként a családterapeuták dolgoznak, itt látható föl vannak sorolva, a biztonság, vagy épp az elvonulás, vagy az összetartozás helyét meg kell keresni a lakásban, és ezekhez egy történetet is mondania kell, tehát nagyon narratív feldolgozás sikjára igyekszünk emelni az élményeket, és természetesen utána résztvevő fotózással az otthon szimbólumát is le kell fotóznia, és utána erről is beszélgetünk vele. Mindezeket a Viola PhD dolgozatában Grand Theory, tehát tartalomelemzés egyik formájával, kvalitatív elemzéssel dolgozta fel. És itt is nagyon sok izgalmas eredményt kaptunk, amit ebből kiemelnék, hogy tulajdonképpen sikerült azonosítani azt a mechanizmust, hogy az otthonaink azok nem csak ennek a zökkenőmentes, rutinizált világnak a fenntartásában lényegesek, amelyek a pszichológiai jólét szempontjából egyébként központiak, hanem a környezeti önszabályozásnak az egyik legfontosabb szintere, vagyis tulajdonképpen egyfajta kedvenc hely abból a szempontból, hogy van, aki ezt úgy csinálja, hogy az otthonával való aktív érzelmi pszichológiai kötelékek mentén dolgozza meg mondjuk az élményeit, tehát ha szomorú, akkor elvonul abba a kuckóba, ahol ezt legjobban meg tudja élni, és erre itt meg tudja dolgozni az élményt, ha meg vidám, akkor keresi azokat a helyeket, ahol mondjuk a többiekkel találkozva megint meg tudja dolgozni egy másik módon az élményt, és hogy ugyanilyen jó, adaptív, de egy nagyon másik stratégia, ahol az ember leválik a környezetéről, vagyis nem éli meg igazán jelentősnek ezt a szociofizikai kontextust, inkább belül a hagyományosabb pszichológiai megküzdésekkel dolgozik mondjuk a saját maga önszabályozásán. Ezeknek az eredményeknek nagyon konkrét jelentősége lett a családterápiás munkában, Túri Ferenccel való együttműködés nyomán, ez ma már a családterapeuta képzésben gyakorlatilag szerves módon ott van, akár az evészavarokban, akár a gerinc fájdalomban, vagy nagyon sok olyan rendszer szemléletű segítésben, amelyben nyilván a családot
kiegészítjük azzal a szociofizikai kontextussal, amiben ők élnek. Nagyon hatékony beavatkozások, a terápia része az a rendszer szemlélet, ami amúgy is nyilván jellemző a családterápiára. Egy fontos szemponttal gazdagodott fel, hogy mindennek a történésnek, dinamikának, ami egy ilyen patológiásan működő családban létre tud jönni, annak mennyire résztvevője, alakítója, formálója a fizikai környezet. Ezt az otthon vonulatot vitte tovább egy mostanában született PhD disszertáció Kántor Árpád tollából, akivel azon dolgoztunk, hogy az otthontalanság élménye, tehát éppen az ellenpontja az otthon élménynek, az hogyan képeződik le pszichológiailag. Ez egy nagyon izgalmas vállalkozás volt, egy úgynevezett külső és lelki otthonosság, otthontalanság kontinuumot véltünk felfedezni, és ezt sikerült is igazolni, ami arról szólt, hogy az, hogy valaki a fizikai otthonában, vagy van egyáltalán fizikai otthona, az nagyon fontos, ez nyilván egy alapvető pszichológiai és biológiai szükségletnek a kielégítésére szolgál, de hogy legalább ennyire fontos, hogy abban a fizikai otthonban, lelkileg otthon van-e. Tehát, hogy valójában egy csomó emberről mutatták ki korábbi kutatások, hogy van ugyan otthona, de nem hazamegy. Amikor hazamegy, ez ugye szépen tükrözi a nyelvi vonulat, hogy az otthonnak van egy ilyen plusz jelentése mondjuk a lakáshoz vagy a házhoz képest. Tehát, hogy vagy azért, mert traumatizált abban az otthonban iszik valaki, vagy fogyatékkal élő családtag van, vagy azért, mert az ő számára az túl kicsi, túl nagy, vagy rossz emlékek kötik oda. Tehát van fizikai otthon, akár jó színvonalú, akár szép, mégis lelkileg nincs otthon benne, és ennek a fordítottja is létezik, amikor ugyan fizikailag hajléktalan az illető, mégis valahol egy zubban, valamilyen erdőben, egy ilyen, nem tudom, karton dobozban is megtalálja tulajdonképpen a lelki békéjét. Itt interjúval és egy nagyon komoly kérdőív csomaggal dolgoztunk. Látható, hogy milyen sokfajta populációt kérdeztünk meg a fedél nélkül élő hajléktalan emberektől a saját lakással rendelkezőkig, és hát természetesen, vagy tulajdonképpen nem ezt mondom inkább, hanem hogy örömteli módon meg is találtuk az interjúk élményanyagában ezt a négyfajta élményvilágot, a variációit annak, hogy van, aki lelkileg is és külső szempontból is otthon van, ennek nyilván az ellenpontja, amikor sem fizikailag, sem lelkileg nincs otthon sehol, és megvannak azok a verziók is, ahol valaki ténylegesen rendelkezik fizikai otthonnal, de nincs otthon élménye, és fordítva, nem rendelkezik fizikai otthonnal, de mégis otthon van valahol a világban. És ennek a vizsgálatnak egy nagyon izgalmas tanulsága lett az, hogy tulajdonképpen a külső és a lelki otthonosság az egyrészt mind a kettő van, tehát a lelki otthonosságra kevesebb hangsúlyt szoktak fordítani a kutatók és akár a szociális munkások a hajléktalanokkal való foglalkozásban, de egyébként ez azt is mutatja, hogy azoknak is sokat segíthet, akiknek egyébként ezen a téren nem mutatkozik a felszínen problémája. Tehát, hogy lehet, hogy pont azzal van gondja, hogy nincs otthon az egyébként nagyon klassznak tűnő otthonában. És hogy fokozottan veszélyeztetettek azok a csoportok, amelyek lelkileg otthontalanok. Akár van külső otthonuk, akár nincs, akkor is mindenképp ők fokozottan veszélyeztetettek, akár a deviancia, akár a különböző addikciók, fizikai ártalmak, egészségi ártalmak szempontjából, tehát ővelük ebből a szempontból is érdemes foglalkozni, mind a terápiában, mind pedig a prevenció tekintetében. Itt csak felsoroltam további PhD kutatásokat névvel, hogy lássuk, hogy nem csak ez az otthon-otthontalanság vonulat van, foglalkozunk irodákkal, például új generációs irodákkal, a bevándorlókkal, vagy egyáltalán a költözésnek a pszichológiai hatásaival, vagy éppen az iskolákkal nagyon intenzív együttműködésünk van, illetve olyan pszichológiai módszertanokkal is foglalkozunk, amelyekben eredetileg nem explicit a fizikai környezet terepe vagy szerepe, például itt a pszichoanalitikus csecsemő megfigyelési jegyzőkönyvekben, ahol az a feladata a személynek, a pszichológusnak, hogy az instrukció szerint, mint a falon a légy, vagy mint a tapéta minta, annyira jelentéktelenül és meg nem nyilvánulóan legyen jelen a helyzetben, még itt sem tud értelmező elemzéseket adni anélkül, hogy a megfigyelt család szociofizikai környezetére ne térne ki az élményanyagában spontán.
nagyobb léptékekre áttérve, ezek egészen friss kutatások, hogy egy picit itt a hallgatóság szemlélete kitáguljon, hogy ezek nem csak belső terekre és nem csak konkrétan épített környezetekre vonatkozó megfontolások, tehát épületekre vonatkozó megfontolások, amiket a környezetpszichológia tesz. Itt a környezetpszichológiai lokalitás élménnyel kapcsolatos vizsgálatokra szeretnék utalni, ami gyakorlatilag egy olyan fogalom, hogy nagyobb kiterjedésű terekkel, amilyen mondjuk az embereknek egy szomszédsága, vagy egy kerület, vagy akár egy egész település, milyen fajta emberi, tehát szoció, és milyen fajta fizikai élménye van. Erre egy példa, hogy én mondjuk Zuglóban lakom, zuglóinak is tartom magam, de mivel 20-valahány évig Debrecenben éltem, ezért igazából budapesti olyan nagyon nem vagyok, vagyok zuglói és vagyok debreceni, budapesti meg nem nagyon, és ezt szépen föl lehetne fejteni, hogy ez konkrétan milyen fajta fizikai struktúrákra, inkább a pesti struktúrákra, vagy inkább a budai struktúrákra hogyan vonatkozik, és persze milyen egyéb hagyományosabb pszichológiai tényezők vannak ebben. Itt láthatók azok a módszerek, amivel ezekben a vizsgálatokban dolgozunk, mentális térképezést csinálunk, helykötődést vizsgálunk, nézzünk elégedettséget az élettel, a helyjel, ahol az ember lakik, és hát természetesen a szociofizikai oldalból, a szoció oldalról nézzünk hagyományosabb pszichológiai eljárásokkal jól létett pozitív, negatív érzelmeket, értékeket, szociofizikai önállóságot, nagyon sok minden mást is. Két példát mesélek el röviden. Az egyik egy 2016-ban lezajlott vizsgálat, egy kis település, Alsó-Mocsolád környezetpszichológiai vizsgálata volt. Alsó-Mocsolád Baranya megyében van egy kis törpefalu, tehát 400 lakosa sincs tulajdonképpen, és ebből 200 aktív. Egy úgynevezett jövőszövő műhely sorozat, munkasorozat keretében dolgoztunk azon a polgármesterrel, hogy ez a lakosságszám megduplázódjon, mert ezeknek az apró faluknak a sorsa tulajdonképpen azon múlik, hogy hányan laknak bennük, ha elszivárognak, mert nincs munkahely, nincs iskola, nincsenek ilyen lehetőségek, akkor ezek a falvak meghalnak. És az egyik ilyen törekvés nem a turizmusnak a fellendítése, hanem éppen a helyben lakók létszámának a növelése, és ez egy meghatározott trend volt a település politikájában, és arra bazíroztak, arra alapoztak, hogy a településnek a lakossága gyakorlatilag ilyen részvételben nagyon aktív, járatos, motiváltak arra, hogy a településük fennmaradjon, vagyis lehet egy általunk úgynevezett folyamatorientált településfejlesztést vezényelni, és nem kockás papíron kell kirajzolni, hogy ki hová költözzön, hanem az emberekkel együtt pontosan a szociofizikai irányban kitalálni, hogy hogyan fejlődjön tovább a település abba az irányba, hogy több embert vonzon be. A mi vizsgálatunkban azt találtuk, hogy a lakosoknak az érzelmi állapota, a pszichológiai jólléte és az érték mintázata minden tekintetben egy olyan képet vázolt fel, amiben megállhattunk volna, és mondhattuk volna, hogy igen, akkor tessék neki kezdeni a lakosságszám megduplázásának, mert az emberek erre készen állnak. De pont ettől izgalmas a környezetpszichológia, ez nem ez történt, hanem megnéztük a szociofizikai lokalitás élménynek a mintázatát, vagyis hogy hogyan is élik meg az emberek ilyen nem tudatosuló módon a településeket, és bizony kirajzolódott négy csoport, ebben a nagyon kevés emberben is kirajzolódott négy olyan nagyon következetes csoport, akik számára a település nagyon fontos volt, és valójában a felszínes, meg a valódi mély szinteken is az énjüknek a részeként élték meg a települést, de nagyon különböző módon. És mindjárt látni fogjuk, hogy ez a nagyon különböző mód, nagyon különböző megélését eredményezi annak, hogyha ide beköltözik dupla ennyi ember, és ezeket a fajta eredményeket akár ezekkel a csoportokkal való kommunikációban, akár már a tényleges településfejlesztésben teljesen föl lehet használni. Az egyik csoport a település, mint meder, a másik csoport a kinn is vagyunk, benn is vagyunk, a harmadik csoport a település, én is vagyok, és a negyedik csoport volt ezek a kicsit ilyen mesebeli vagy mesés megnevezések, a röghöz kötött önmegvalósítás. Mindegyik csoportban látható, hogy kik voltak, ezeket nem olvasom most fel, lényeg az, hogy más összetételűek voltak azok a csoportok, tehát másképp gondolkodtak mondjuk az egyedülélő idősebb nők, akik alacsony végzettséggel rendelkeztek, mint mondjuk a magasabb végzettségű nőtlen, mai szlengel élve mama hotelben élő egyedülálló fiatal emberek.
Minden csoport arra gondolt, hogy a település nagyon fontos neki, de például az idősebb nők befogadók voltak a betelepülőkkel kapcsolatban, és azt mondták, hogy attól még lehet itt jól élni, hogy jönnek új kedves fiatalok, amíg mondjuk az előbb említett röghöz kötött önmegvalósító fiatal férfiak megemlítették azt a félelmüket, hogy itt bizony alapvetően megváltozhat minden, hogyha ide beköltöznek idegenek. Ez elég meglepő eredmény volt, nem is derült volna ki, hogyha tulajdonképpen nem megyünk mélyebbre, úgymond egy hagyományosnak tekinthető pszichológiai attitűdvizsgálatnál. Itt mutatom még egyszer, hogy lehessen látni, hogy egy ilyen kis létszámú közegben mennyire nem érték egyforma tulajdonképpen a lakosság, és ez környezetpszichológiailag feltárható. A másik példám arra vonatkozik, hogy itt nem csak egy településben tudunk gondolkodni, tehát a mikroszintektől, vagy éppen a közvetlen környezeti szintektől egészen földrajzi kistájakban lehet itt gondolkodni. Ez a vizsgálat 5 települést foglalt magába, az úgynevezett Nivegy völgyet a Balaton felvidéken. Itt arra ment ki a vizsgálat, hogy megmutassuk azt, hogy itt nem csak az egyes településekre van ez a lokalitás élmény, tehát hogy milyen Óbudavárinak lenni, vagy Tagyoninak lenni, hanem van Nivegyvölgyi identitás, van egy olyan lokalitás élmény, amiben egy Óbudavári hasonlóbb egy szentantalfaihoz, mint az Óbudavári identitása a szentantalfai identitáshoz. Tehát, hogy van egy, hogyha mondjuk egy sokak számára lehet, hogy befogadható példával élek, hogy van egy budapesti identitás, meg van egy zuglói, meg egy újbudai, akkor ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz? Tehát, hogy a több településen van-e egy egyébként sok tekintetben összedefiniált sajátos lokalitás élmény. Ez egy nemzetközi projekt volt, amelynek a kulcs mozzanata az volt, hogy egy 18. századi plébánia épületet, ami meglehetősen romos volt, egy részvételi tervezéssel, közös összefogással, a lakossággal együtt újítottunk föl. Azért azt megemlíteném, hogy ez a táj így néz ki. Tehát, hogyha valakibe fölmerül, hogy miért pont Balatoncsicsó, amire egy ilyen projektet telepít mondjuk egy örökségvédő intézet, vagy egy norvég pályázati rendszer, akkor itt csak Cigány Károlyt tudnám idézni, aki az egész Balaton rajongás megalapítója volt, és azt írta róla, hogy ezt az egész Nivegyvölgyet tagadhatatlan, hogy e vidéket pirosló jó kedvében teremti az Isten, de hogy tényleg elképesztően gyönyörű. Van egy nagyon magas tájértéke környezetpszichológiailag, és ez ki is jön vizsgálatokból. Ha egy picit így föltözragadtabban akarnám mondani, hogy miért pont Balatoncsicsó, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy olyan megfogható, mértékű, léptékű település, ahol azért, vagy településrendszer, ahol elég számú lakos lakik, nagyon izgalmas összetételű a népesség, mert hogy igen sokan elmentek innen a 70-es években, viszont nem mint a Káli-medencébe, a szomszédos Káli-medencébe, de számos fiatal értelmiség érkezett, megújult a terület használata, és hogy itt volt motiváció egyszerűen arra, hogy a lakosok szerették volna, hogyha az értéke, ez a 18. századi értékes épület megújul. Egyébként közösségi használatra újították föl, tehát egy közösségi térlet, nem egyházi hasznosítású intézmény, bár egyházi tulajdonban maradt. Itt látható a térképen a kezdeti állapota a plébániának és a végállapota. A terveink szerint pontosan pszichológiailag felmértük volna, és ez sikerült is, ez nem volna, hanem föl is mértük az építkezés előtt a lokalitás élményt, az előbb említett módon. Felmértük, ez még sikerült építkezés közben, és felmértük volna, ez már tényleg volna használatba vétel után, 2016 őszén, addigra azonban kicsúszott a talaja műemlékvédelem alól, és már ez nem tudott megvalósulni, tehát ezt itt át is húztam. Ami fontosabb eredmények itt, tehát erről az 5 településről van szó, 5 falu lakosai, minden van, ahol 45-en laknak, van, ahol 30-an, tehát nagyon pici, a legnagyobb Szentantalfa, és Balatoncsicsó pedig egy közepes méretű település, úgyhogy a 206 fő egy eléggé jól leképezi ezt a közösséget. A fontosabb eredményeink, hogy a lakosai először is ismerik és értékelik az adottságait ennek a tájnak, elsősorban a természetet. Tehát hiába nem egy közvetlen Balatonpart, mégis a Balatonhoz definiálják implicit módon, pszichológiailag, és a természeti részét értékelik, nem pedig feltétlenül az épített műemlékeket.
az egész kistáj én közeli szociofizikai közeg számukra, tehát igenis létezik a nibegyvölgyi identitás, azon belül, hogy a részidentitásokat is jól megtaláltuk, tehát a balatoncsicsói különbözik kicsit a szentantalfai identitáshoztól. Nagyon erős a kötődésük a településeikhez, és nagyon megdöbbentő és tulajdonképpen szívmelengető módon a fiataloké a legerősebb, ami nagyon jó jövőt jósol ennek a területnek, ha ez tényleg meg is tud újulni sok tekintetben. És egy nagyon izgalmas dolog, hogy nagyon erős a közösség ezekben a falvakban, olyannyira, hogy például saját teritoriumként éli meg a közvetlen szomszéd házát is, ami egy elég izgalmas történéssort implikál. De minden esetre nagyon érdekes, ambivalens eredmény az, hogy akik erősen kötődnek ezekhez a helységekhez, azok nem elégedettek a faluval, nem tartják élhetőnek, nem tartják karbantartottnak, ami nyilván el lehet gondolkodni akár az önkormányzatnak is, hogy akkor ezzel a humán tőkével hogyan lehetne jobban élni a szociofizikai értelemben, hogyan lehetne karban tartani ezt a kötődést, akár a fiataloknak a megtartása érdekében. Tehát erős és pozitív jelentésű szociofizikai egységről beszélünk, amikor a nivegyvölgynek, tehát az öt településnek a lokalitás élményéről beszélünk, de ugyanakkor ez tagolt is. Nagyon röviden, hogyha magának a plébániai épületnek a felújítására térek ki, ez egy nagyon izgalmas dolog. Ugye a műemlékvédelmi szakemberek azt szokták várni, hogyha felújítanak egy műemléket, akkor az nyilván jobb lesz mindenkinek. Ezt színezni tudja egy környezetpszichológiai vizsgálat. Azt láttuk, hogy önmagában a műemlék jellegű, még romos épületnek a jelentése az emberek számára rendkívül ellentmondásos volt, tehát nem látták benne feltétlenül az értéket vagy a potenciált. Inkább negatív színezettel jelent meg a jelentése, és nagyon fontosnak tartották azt az egyébként környezetpszichológiában gyakran megkapott jelentésdimenziót, hogy legyen karbantartva. Tehát a műemlékvédelemnek ilyen értelemben kapott egy igazolást a léte a laikusok szempontjából is, csak nagyon másképp nem feltétlenül úgy, mint ahogy ők gondolják ezt. És amikor elindult a felújítás, akkor gyakorlatilag romlott a megítélése, a jelenléte, a jelentése ennek az épületnek. Ez meg azt mutatja, hogy az a közvetlen észlelési élmény, hogy ilyenkor a felújításban bizony szétvernek falakat, bizony egy fakaszakaszában rombolnak, ez erőteljesen rontja a műemlékhez való viszonyt, és hát sajnos nem tudtuk megnézni, hogy hogyan áll helyre akkor, amikor már teljesen megújulva, egyébként jelentést is kapva, nevet kapva, névegyház néven fut, utána lehet nézni, hogyan újul meg, milyen fajta jelentést kap vissza esetleg a ház, vagy hogy egészen új jelentéseket kap az eredeti jelentéséhez képest. Vagyis összefoglalva erről a vizsgálatról el lehet mondani, hogy nagyon izgalmas, ambivalens változásokat tapasztaltunk. Egyáltalán nem feltétlenül van úgy, ahogyan gondolnánk, hogy itt történik valami jó, valami felújítás, és az megmozdítja az emberek környezethez való viszonyulását pozitív irányba. Az igaz, hogy megmozdítja, és ez nagyon fontos, de nem feltétlenül várt mintázatokkal. És ez akár a településmenedzsment, akár a műemléki felújítás, akár egy konkrét építkezés kapcsán nagyon sokat segíthet, hogy hogyan lehet ebben jól beavatkozni, vagy hogyan lehet jól menedzselni ezeket a folyamatokat. És itt csak röviden megmutatnám, hogy mivel említettem, hogy az aktualitását ennek az előadásnak az ELTE-nek ez az új intézete, az Emberkörnyezet Tranzakció Intézet létrehozása is jelenti, vagy adja. Talán most már nem olyan idegen ennek az intézetnek ez a kicsit furcsa neve, egyébként ECTI-nek becézzük pont ezért, hogy ne kelljen mindig ezt a hosszú és meg egy picit idegenül hangzó nevet kimondani. Nagyon sokféle kutatáson dolgozunk most itt is, elsősorban PhD-sek, de nem csak, akár a kis települések vonulatát továbbvíve, vagy éppen a helyi identitás és a személyiség viszonya, akár olyan kisebb, ebből a szempontból kisebb léptékű témák, mint a vitorlázó repülés környezetpszichológiája, vagy éppen egy új szín a palettánkon a fenntarthatósággal kapcsolatos környezetpszichológiai témák a klímaszorongástól, a fenntarthatósági téma hét kutatásban való részvételig. Tehát számos irányban ki
jöttek ezek a kutatások az eredeti otthon kontextusból. Nyilván nem csak kutatásokon dolgozunk, hanem egy nagyon fontos lábunknak tekintjük a gyakorlati projekteket is. Aktív együttműködésünk van az Iskolakertek Alapítvánnyal például, iskolakertek működésének hatásvizsgálatát végezzük el, vagy éppen olyan köztéri kutatásokat végzünk, János Pál Pápa tér a 8. kerületben, ami környezetpszichológiailag és építészeti szempontból egy kifejezetten jó tér, vajon miért telt meg mégis nagyon rövid idő alatt droghasználattal, hajléktalan emberek masszív jelenlétével, konfliktusokkal, verekedésekkel, vajon mi a szociofizikai konstelláció ott, amit érdemes feltárni. És természetesen egy csomó oktatási programon is dolgozunk, de ez most itt nem a reklám helye feltétlenül. És hát azt is mondtam, hogy a Covid helyzet egy kicsit szintén aktualizálja azt, hogy ránézzünk a környezetpszichológia lehetséges szerepére ebben az új helyzetben, ami hát sok kutató szerint különböző fokozatban vagy gyakorisággal ismétlődni fog, tehát hogy azok a válságok, krízisek fognak gyarapodni, amelyek az ember-környezet viszonyt is nyilván érintik. Itt az oldalsó képeken ezeket a fontosabb témákat mutatom, amikkel foglalkozunk mi is, tehát hogy hogyan változik a tértervezés, a térkialakítás, hogyan kalkulálják be egyre inkább az építészek vagy a téralakítók mondjuk a social distancing, a társas távolságtartás lehetőségeit azokban a terekben, ahol inkább eddig összeterelték volna az embereket mondjuk az irodákban. Milyen környezetpszichológiai helyzet, ahol gyakorlatilag online kommunikálunk nagyon sok emberrel, maszkban, ez hogyan változtatja meg a mikro és makro interakciókat, mennyire lesz pótlék vagy vágyott a valós interakció, hogyan módosul ezeknek a mintázata esetleg a Covid helyzet után. Nyilván maga a társas távolságtartás is egy érdekes helyzet, hogyan használunk meglevő, nem erre kialakított környezeteket, és akár az a fajta tendencia, hogy nagyon intenzíven felértékelődtek mind az első, mind a második hullámban a természeti környezetek, ahova még lehet menni, akár maszkban ugyan, de mégis, és hogy ez hogyan fog megnyilvánulni a várostervezésben, akár a zöld megállókban, vagy a zöld villamos sínekben, tehát egy zöldítés az eddig nagyon egyértelműen építettnek tekintett környezetekben. És hát mindjárt itt a karácsony, ami egy speciális karácsony lesz nagyon sokunknak. Én is egyedül töltöm, már úgy értem, hogy a szüleim nélkül, ami viszonylag hosszú életemben az első olyan karácsony, ahol nem fogom meglátogatni a szüleimet. És nagyon sok olyan környezetpszichológiai kérdés is felmerül, az összezártság, hogyan lehet mégis ünnepivé tenni ezt a karácsonyt. Ezt nem fejtem itt ki most, azt talán valamiféle vigaszként vagy jó hírként mondanám, hogy a karácsony amúgy is egyfajta belső irányultságú, belső terekbe, családra irányuló, befelé figyelő ünnep, és ebben az értelemben azt varázsolhatjuk ünnepé, ami ott bent tud történni. Tehát, hogy akár fantáziában, játékokkal, akár a gyereket vagy magunkat kivíve a lakásból ünnepi eseményé varázsolhatjuk most a kintet, és a bent lehet egyfajta biztonság élmény. Ez egy nagyon izgalmas kutatási kérdés azon kívül, hogy hát mindenkinek azt kívánom, hogy a lehető legjobban töltse ezt a furcsa karácsonyt is. És hát igazából zárásként ezt az egyik kedvenc haikumat hoztam, ha már idézettel kezdtük, akkor idézettel érdemes befejezni is. Ja, azt a kérdést tettem föl, hogy környezetpszichológia vagy ember-környezet tranzakció, ez első körben szinoníma egymásnak, második körben meg az ember-környezet tranzakció egy sokkal gazdagabb terület, mint egyszerűen a környezetember kapcsolatnak a pszichológiai vizsgálata. Az ember-környezet tranzakcióban az építészeti, szociológiai, akár meteorológiai vagy közgazdasági szempontokat is bekalkuláljuk a pszichológiai mellett vagy azzal partnerként, tehát egy sokkal inkább transzdisziplináris, ténylegesen a tudományok közötti szerves együttműködés, egymásra definiáltság keretében működő folyamatról vagy kutatási projekt szemléletről van szó. Ezért is választottuk az intézetnek ezt a nevet, ezért nem környezetpszichológiai intézet lett, mert ebben hiszünk, amit itt Fodor Ákos ebben a haikuban szerintem nagyon szépen leír, és ezt egyfajta ilyen hát karácsonyi ajándéknak is szánom, lehet rajta gondolkodni. Mi nyomtalanul eltűnt kint, belénk szökve rendezkedni kezd ez a környezetpszichológiának és az ember-környezet tranzakciónak is egy alapvetése. Hogy tényleg mindenkinek nagyon kellemes és nyugodt ünnepet kívánok, és nagyon köszönöm a megtisztelő felkérést még egyszer, és természetesen a figyelmet is.